Sziasztok! Ma egy olyan ételt fogok elkészíteni, aminek a főszereplője a csirkemell, mellékszereplői pedig a paprika, paradicsom, tojás, sajt és hagyma. Fogyasztható reggel, délben vagy este, teljesen mindegy nap, bármely szakában, bármilyen étkezésre. Azzal kezdjük, hogy a csirkemellet apró kockákra vágjuk. Majd egy teáskanálnyi vajon megpirítjuk. Sózzuk. Borsozzuk. Miután megpirítottuk a csirke mellett, félretesszük pihenni, amíg a mellékszereplőket előkészítjük. Most, hogy mennyi idő alatt pirul meg, hát ez nálam 11 perc volt, de csak azon múlik, hogy ki mennyire bátran használja a gázlángot, vagy az indukciós sütőlapot, vagy tudom is én mit, szól a hőfokot. Ja, szépen megpirult, most akkor egy kicsit pihen. Oké. A pritamin paprikát ketté vágjuk és kipucoljuk. Úgy vágjuk el, hogy azért majd meg tudjon állni az ép felületén. Körülbelül. Hát, szerintem így jó lesz. A magokat. A sütőedényt kérjük olajjal, hogy nehogy odaégjen meg. Megsózzuk. Mert a tojás. Aztán jöhet a hagyma, bármilyen hagyma. Lila hagyma, fehér vagy vörös hagyma, vagy metélő hagyma, teljesen mindegy. Ízlés szerint. Teszünk rá egy paradicsomot, ketté vágva. Bele nyomkodjuk, beleerőltetjük. Még egy kis só. A tetejére pedig jöhet a sajt. Mert a sajt, hogy szépen megolvad, rákérgesedik,
vissza fogja vezetni, mint egy fedő a paradicsomnak a levét a paprikába. Lehet, hogy sütés végére kicsit szétesnek itt a dolgok, de az az élvezeti értékéből nem fog elvenni semmit. Ahogy összeállítottuk, mehet a sütőbe 30 percre 170 fokon. Elkészült végre a finomság. Amint látjuk, a mellékszereplők több-kevesebb sikerrel igyekeztek azért elhagyni a forgatás helyszínét, de se baj. Na nézzük, hogy milyen lett. Az illata egyébként olyan, hogy folyik a nyálom, mint az Aliennek a 8. utas a halálban. Szabályosan folyik a nyálom. Tökéletes. Forró, de nagyon finom. Jó, mindjárt be is puszilom. Ha elkészítitek, jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!